Köszöntöm Önöket, Hírháttér című műsorunkat látják. Mai vendégem dr. Balogh Elek osztályvezető főorvos a Karolina Kórházból. A Magyar Nőorvos Társaság nyugat-magyarországi szekciója tudományos konferenciát rendez hamarosan itt a városban, és ennek kapcsán kértem meg főorvos urat, hogy jöjjön ide a stúdióba. Miért Moson Magyaróváron, és miről fog szólni ez a tudományos konferencia? A Magyar Nőorvos Társaság észak-nyugat-magyarországi szekciójának lesz ez egy tudományos regionális konferenciája. Ez 2020. március 13-án pénteken itt Moson-Magyaróváron. Tulajdonképpen a szülészet nőgyógyászati osztály még ilyet nem rendezett az elmúlt években soha. Engem személyesen, illetve rajtam keresztül az osztályunkat, a szülészet nőgyógyászat újszülött osztályt kérték föl ennek a megrendezésére. Tudva levő, hogy ez két évente kerül megrendezésre Észak-Nyugat-Magyarországon egy-egy helyen, azokon a helyeken, amelyeket alkalmasnak gondolják, találják, hogy meg tudják rendezni ezt. Két évvel ezelőtt Veszprémben volt, azt megelőzően két éve Győrben, és most pedig Moson-Magyaróvárra esett a választás. Ez a megyénknek is egy kitüntetett helye végső soron, mert ez az észak-nyugat-magyarországi regionális konferencia, ez öt megyét foglal magába, tehát végső soron Székesfehérvártól kezdve Esztergomon át, Tatabányán keresztül, Szombathelyen folytatva, tehát minden önnen jönnek nőgyógyász szakemberek ide Moson-Magyaróvárra. Ez a szakmai társaság mennyire fontos az, hogy így reprezentálja jelenlétét ilyen szinten a tudományos körökben, így helyileg Moson-Magyaróváron? Szerintem erre nagyon nagy szükség van, mert nagyon sok előadás szokott születni itt, nagyon sok előadás van ezen a konferencián, és utána nagyon sok olyan témát tudunk kisebb körben megbeszélni, szülésznőgyógyász orvosok, amelyekre nincs lehetőség az országos rendezvényeken. Most itt összesen 34 előadás lesz, egy napon lesz a megrendezés, tehát nem több napos rendezvényről van szó, és ez egy nagyon magas számnak számít, ez a 32 előadás. Szerintem nagyon nívós előadások vannak, nagyon nívó előadások lesznek, és nagy kíváncsisággal, szakmai kíváncsisággal várom már mindezt. Ezt a nívót mi határozza meg? Az előadó vagy a téma? Tehát hogyan alakítanak? Tehát nagyon sok apróságra kell figyelni a szervezés során. Tehát a szervezésnek a vezetője az én vagyok, a szervezőbizottság elnöke én vagyok. A szervezésbe természetesen a kollégáim is besegítenek, természetesen ezen kívül egy profi szervező iroda végzi ennek a nagy léptékű konferenciát, a koordinálását. Az, hogy milyen előadások, meg kik is lesznek, igen, az is számít, hogy ezt a konferenciát milyen nívós előadók tisztelik meg. A konferenciának a védnöke a Bódis professzor úr lesz, ő az egyébként az EMMI-nek az államtitkára is, utána professzor dr. Ács Nándor, ő a női klinikának, a budapesti női klinikának az igazgatója, ő lesz a második védnök, a harmadik védnöki funkciót országgyűlési képviselőnk agrárminiszter úr Nagy István, dr. Nagy István miniszter úr vállalta el, és a negyedik védnök pedig a polgármester úrunk dr. Árvai István lesz. Tehát az, hogy kik vállalják a védnöki szerepeket, ez is nagyon meghatározó. A másik pedig az, hogy végsősorban az Észak-Nyugat-Magyarország régióiból hívunk előadókat, de természetesen a régión kívülről is megtisztelnek bennünket, és az sem mindegy, hogy onnan kitisztel meg bennünket. Maga a konferenciának a témaköre négy gondolatkörre lesz ráfűzve. Az egyes gondolatkör az endoszkópia lesz, a második fő témakör az egynapos ellátás, a harmadik az a jogi és gazdaságossági szempontok, a negyedik fő témakör itt a konferencián a tanulságos szakmai esetek. Ezekre fűznénk föl az előadásokat, de természetesen ezen kívül más témakörű előadásokat is lehet tartani. Előadók között szerepel az Ács Nándor professzor úr,
dr. Martini Jenő ügyvéd szakorvos, utána dr. Márkus László jogi előadás szempontjából ő egy igazságügyi orvos szakértő. Én nagyon fontosnak gondolom, hogy a mai világban, tehát szakmai kérdéseken túl jogi dolgokról is legyen szó, mert a mai tehát napjainkban erre is nagyon nagy figyelmet kell szentelni. Egy gazdaságossági előadás is lesz. Budapestről érkezik egy előadó, a HBC Audit Kft.-nek az ügyvezető igazgatója. Ő gazdasági szempontokról tart egy előadást. Ezek, amelyek nem közvetlen szakmai előadások lesznek, de én úgy látom, hogy egy átmenet révén szülészeti és nőgyógyászati blokkokba tudjuk csoportosítani az előadásokat. Jellemzően mennyi újdonságot hallhatnak egy ilyen konferencián az ideérkező látogatók, résztvevők? Vagy ezért jönnek ide, hogy újdonságokat halljanak? Igen. Tulajdonképpen a szervezésnek az a célja, hogy akik ide jönnek, azzal a gondolattal térjenek haza, vissza a lakhelyükre, hogy na, érdemes volt elutazni Mosonmagyaróvárra, érdemes volt megismerni ezt a várost, tehát egy feltöltődéssel, szakmai és egyéb feltöltődéssel menjenek haza. Tulajdonképpen az országos rendezvények a szakmának az egész spektrumát lefedik. Tehát tulajdonképpen olyan túl nagy újdonságot itt azért nem tudunk mondani, vagy nem tudnak az előadók mondani, mert ez a szakirodalomban mind utolérhető, de egy diskurzus tartására van lehetőség, egy vitafórum kialakítására, a különböző intézetekben mit, miért úgy csinálnak, ahogy csinálnak, azt, hogy megértsük azt, hogy miért olyanok az eredmények a különböző progresszivitási szintű intézetekben. Tehát ez egy jó baráti és egy tehát kollegális szakmai beszélgetésre is lehetőséget nyújt. Ön ott lesz az előadók sorában, vagy ilyenkor csak a szervezésé a feladat? Tehát a szervezésért én vagyok a felelős, és ennek én vagyok a fő koordinátora, de én is tartok előadást természetesen, igen. És a Mosonmagyaróvár intézményből van-e még olyan, akit meghallgathatnak? Igen, dr. Winkler Beáta, ő a szülészet-nőgyógyászat ilyen vér átömlesztésével kapcsolatos, ilyen transfúziológiai jellegű előadást fog tartani, tehát az is nagyon érdekesnek várható. És fontos kérdés, kik azok, akik bemehetnek egy ilyen rendezvényre? Kik azok, akik látogathatják? Tehát erre szakemberek jöhetnek be. Tehát ez nem a civil emberek számára szerveződött. Ez egy regionális tudományos konferencia. Előtte regisztrációra van szükség, és természetesen ezen csak a regisztrált szakemberek vehetnek részt. És konkrétan hol lesz, és hogyan zajlik? Ennek a helyszíne, tehát az egyetem egyik épületében, Lucsony utca 2 szám alatt van a FAR épület, és ott kerül megrendezésre. Mik a visszajelzések? Hány munkatársat, kollégát várnak az eseményre? Én úgy látom, hogy a vártnál lényegesen nagyobb az érdeklődés, mutatja az előadások száma. Tehát nem szokott egy ilyen regionális konferencián, nem szokott ilyen magas szám előfordulni az előadók esetében. 34 előadást jelentettek be, ez nagyon magas számnak számít. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg az véleményezhető, hogy a vártnál lényegesen nagyobb az érdeklődés a konferencia iránt, a másik pedig, tehát a városunk is kamatozik ebből, megismerik a városunk, tehát a belvárost, a vár környékét, látják, hogy milyen szép Mosonmagyaróvár, utána a sziget közt is meg tudják ismerni, tehát lehet, hogy ők nem is egy napot, hanem esetleg egy hétvégét töltenek itt most nálunk, de elképzelhető az, hogy a későbbiekben vissza fognak jönni, tehát a város szempontjából, a turisztika szempontjából is ez előnyöket rejt magukban. A Karolina Kórház hírnevét öregbítheti egy ilyen rendezvény? Természetesen, mert mondtam a legelején, hogy a kórház szülészeti nőgyógyászati osztálya még soha nem tartott ilyen konferenciát, még soha nem kapott erre fölkérést. Tehát erre személy szerint én kaptam fölkérést, és én rajtam keresztül
Én úgy gondolom, hogy a jól működő osztályunk. Ha már így mondta főorvos úr, mi volt az első gondolat, amikor felkérték erre? Az volt az első gondolat, hogy megtiszteltetésnek vettem egyáltalán a felkérést, hogy gondoltak arra, hogy mi rendezzük meg. Tehát nagyon köszönettel elfogadtam, megtisztelőnek gondoltam a felkérést, és két évente van ilyen konferencia, két év állt rendelkezésünkre, hogy ezt szervezzük. Gyakorlatban ez tavaly április-május óta kezdtük el a szervezését, de nagyon sok apró dologra kell figyelni, hogy ez jól sikerüljön, és csattanós legyen, és szakmailag sikeres legyen. És hogyan, vagy mitől lenne majd az ön számára az egy sikeres szervezés, sikeres? Tehát attól lenne sikeres az egész rendezvény, hogy a kollégák úgy menjenek el haza azzal a gondolattal, hogy érdemes volt eljönni Mosonmagyaróvárra, mert olyan dolgokról volt szó, olyan diskurzus volt egymás között, ami a gyakorlati munkánkat segíti az adott helyen, ahol dolgozom. Tehát ez a szakmai oldala, és azért van ennek egy gazdaságossági oldala is, mert tulajdonképpen ennek minimum egy nullszaldósnak kell lenni, tehát végsősorban bőven vannak kiadások, és vannak szponzorok, vannak gyógyszercégek, akik a jelenlétükkel ezt a rendezvényt gazdaságilag is támogatják, tehát az is fontos, hogy gazdaságilag egy nullszaldós eredménnyel zárhassuk ezt. Ha már itt van, akkor beszéljünk egy másik témáról is, hiszen ez is a közelmúlt híre volt, hogy egy pályázat keretében családbaráttá alakítják a szülészeti osztályt. Hogyha jól tudom, lehet, hogy nem fogalmaztam pontosan, de mit kell tudni erről a pályázatról? Amúgy eddig is barátságos volt, az a személyes tapasztalatom, igen. Tehát nagyon kedves. Igen, tehát a családbarát szülészetek kialakítását a kormány tűzte ki céljául. Több mint 10 milliárd forintot fordít arra, hogy a magyarországi szülészeti osztályok megújuljanak épületstruktúrában és különböző műszerezettség vonatkozásában. Erre a különböző kórházok pályázhattak bizonyos pénzekre ebből a 10 milliárd forintból, és a Mosonmagyaróvári Kórháznak a vezetősége is pályázott arra, hogy megújuljon a mosonmagyaróvári szülészet. Ez kétkörös pályázat volt, és mind a két pályázat végső soron sikeres volt, mert tudomásom szerint egy olyan 50 és 100 millió forint közötti összeget nyert a kórház a pályáztatás révén. Sikeres volt a pályázatírás, de még az építési munkálatok nem kezdődtek el. Tehát abból a szempontból, hogy növekedjen a szülésszám országosan, és hogy minél jobb körülményeket biztosíthassunk a kismamák számára, a különböző alternatív szülések szempontjából, esetleg a vízben szülés, meg lehetne ezeket az alternatív módokat egymás után sorolni, meg a család, hogy ott lehessen a szüléskor, tehát a páciens számára próbálnánk megteremteni mindezzel a családbarát jelleg kialakítását. Négy szülőszoba kialakítását terveznénk, és mindegyik szülőszobámban egy vizes blokk lenne, és tulajdonképpen akit szeretne megjelölni a kismama, hogy ott legyen a szülésnél, arra lenne lehetőség és mód. A kivitelezés, illetve ennek az a megvalósulása mennyi időt vehet igény, vagy mitől függ ez? Tehát ez a pályázat már néhány, tehát egy-két éve indult, és már az országban vannak olyan kórházak, amelyek eredményesen pályáztak, és már az átalakítás, az építési munkák már meg is történtek. Példaként hozhatnám a győri szülészetet. Nálunk a pályázat megtörtént, utána a tervek megvannak, hogy milyen formában kéne átalakítani a szülészetet, de az építési munkák még nem kezdődtek el. Az én megítélésem alapján, tehát erre nagyon nagy szükség van erre az átalakításra, mert abban az esetben, hogyha egy ilyen átalakítás, családbarát szülészet átalakítás nem történik meg, akkor azoknak az osztályoknak nincs jelene és nincs jövőképe. Ha ez megvalósul, akkor ez befolyásolja az osztályok működését gyakorlatban? Tehát még tart az átalakítás?
Hát az építési munkák alatt természetesen ott néhány dolgot át kell szervezni. Ebben már van gyakorlatunk, mert körülbelül van 10 évvel ezelőtt már volt egy felújítás a szülészetnek, de akkor az alap kubatúra, tehát az épületnek az alap struktúrája az nem került átalakításra. Akkor is emlékszem, hogy a kórtermeket kellett szülőszobává átalakítani, vagy kisműtővé. Ez nem okozott gondot, minden ment úgy, ahogy kell. Tehát ezt meg fogjuk tudni oldani. Hány kisgyerek születik most Magyaróváron a szülészeten? 2019-ben több baba született, mint az előző néhány évben. Tehát úgy tűnik, hogy fölfele ívelő ez a szám. Múlt évben 723 baba született, és hogyha megnézzük, most február 24-e van mondjuk a mai napon, hogy eddig mennyi baba született, tehát az előző évhez viszonyítva is, ahol már nőtt a szülésszám, most még magasabbak a születési számok. És azt lehet elmondani a statisztikával kapcsolatban, hogy országosan azért egy picikét talán csökkent a szülésszám, míg Mosonmagyaróváron egy dinamikusan emelkedő szülésszám figyelhető meg. Tehát ez év februárban lényegesen magasabb a szülésszám, mint egy évvel ezelőtt februárban volt. Ez egy csodálatos szakma lehet. Szereti még mindig így csodálattal nézni a szakmáját? Vagy tudom, természetesen. Tehát ez egyértelmű. Tehát maga az orvoslás is nagyon szép, ezen belül a szülészet, nőgyógyászat nagyon szép. Szóval tehát minden vonatkozásban szeretem, egyben a hobbim is, a szakmám végső soron. Tehát én úgy gondolom, hogy az életem túlnyomó többségét vagy részét tehát a szakma körül pörgetem. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Dr. Balogh Elek osztályvezető főorvos volt a mai vendégünk. A közeljövőben megrendezésre kerülő tudományos konferencia, illetve a helyi szülészeti átalakítás, tervezett átalakítás kapcsán beszélgetünk főorvos úrral. Köszönöm szépen még egyszer, viszontlátásra, a kollégáim nevében is búcsúzom.